Jó reggelt kívánunk! Itt a Valódi Hírek a közmédiából. Propagandamentes szép napot kívánunk mindenkinek, Hadházi Ákossal. Itt tartózkodunk jelenleg is az MTVA-nak az M épületében. És a ma reggeli híreink egy fölösleges dolgozóról, sok-sok hiányzó munkavállalóról és ennek okairól, illetve egy fideszes munkaerő és oktatáspolitikáról, valamint korrupcióról szólnak. Nos, most, hogy kikeveredtem ebből a mondatból, kezdjük az egyik legfontosabb hírrel. Vezető hírünk, hogy átfogó kutatásban vizsgálta meg a munkaerőhiányt és a dolgozók elvándorlását a Szent István Egyetem projektje. A kutatók megállapítása szerint az orvosok, állatorvosok, értékesítő menedzserek, betanított munkások, adminisztrátorok, pincérek és felszolgálók, informatikusok, felsővezetők álláshelyének betöltése miatt főleg inkább a fejük a munkaadóknak. Mint látható, eddig hatástalanak bizonyult az egyetemistákhoz röghöz kötő, a fiatalokat pedig Túró Rudival hazacsábító, a szakemberek megbecsülése helyett a maradókra rabszolgatörvényt kikényszerítő kormányzati politika. Vezető hírünk szintén a sztrájkhelyzet és a demonstráció. Azzal kezdem, hogy a Facebook általános sztrájk oldalán napi részletességgel, sőt órákra bontva tudják nyomon követni a folyamatokat és a várható folyamatokat. Sztrájkot hirdettek a közszolgálati dolgozók is, a munkabeszüntetés időpontját és menetét a mai napon fogják bejelenteni. Kíváncsian várjuk, figyelünk! Földiák András, a szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke azt mondta, támogatják a túlóra szabályok visszavonását, de követeléseikben máshová kerülnek a hangsúlyok. Nekünk a legeslegnagyobb problémánk alapvetően a bér, a bérszínvonal, a bérek teljes összecsúszása, hogy a 20 éves ugyanannyit kap, mint a több diplomás, mint az 50 éves, mondta a SZEF elnök. Országszerte csak nem 200 helyen, köztük minden megyeszékhelyen lesz valamilyen tiltakozó akció a következő napokban. Félpályás útlezárás, forgalomlassító akciók és tüntetések készülnek, de lesz olyan település is, ahol mindhárom akcióra együttesen kell készülni. A fővárosból azt tudjuk, hogy a Blaha Lujza téren, az Oktogonon és a Szabadsághíd Pesti hídfőjénél, valamint a Hősök terénél, a Gundel étteremnél gyülekeznek majd a tüntetők. És az a koncepció, hogy ezekről a helyszínekről egyszerre négy irányban vonulnak majd a Kossuth térre. A beszédek után pedig mindenki átvonul a Clark Ádám térre, ahol élőben kapcsolják majd a vidéki demonstrációk helyszíneit. Hiszen nagyon fontos, hogy nem csak Budapest sztrájkol, hanem az egész ország sztrájkra készül, útlezárásokra készül és demonstrál. Kiemelt hírünk, hogy Tatabányán tüntetnek szombaton a fehér sapkások. A SZEF által szervezett demonstráción szakszervezeti vezetőket követően együtt lép színpadra Demeter Márta, Kunhalmi Ágnes, Szél Bernadett, Szabó Tímea, Vadai Ágnes, Vargadam Andrea képviselőasszonyok. A demonstráció 3 órakor kezdődik Tatabányán, a főtéri Életfa mellett. A bírált túlóra szabályok miatt készek sztrájkolni a pedagógusok. Szűcs Tamás az ATV egyenes beszédben azt mondta, nagyon sok pedagógus van, aki 6-8 órával dolgozik többet ugyanazért a pénzért, mint mások. A PDS az egyik legfontosabb követelésüknek azt tartja, hogy a pedagógusok bérét ismét a minimálbérhez kössék, ahogyan egyszer már volt rá példa. Szűcs Tamás szerint változtatni kell azon is, hogy egy kezdő pedagógus bére a szakmunkás minimálbért sem éri el. Szintén oktatás. A Johns Hopkins Egyetem és a CEU felsőoktatási akkreditációját végző Middle States Commission on Higher Education értékelő bizottságának elnöke azt javasolta, újítsák meg a CEU amerikai felsőoktatási akkreditációját, tudatta az egyetem. Ron Daniels gratulált, mert a bizottság vizsgálata alapján a CEU sikeresen megfelelt az akkreditációs feltételeknek és a tagsági követelményeknek. Szerinte, idézzük, a CEU a felsőoktatás egyik sikertörténete. Tavaly a CEU a világ 51 és 100 közötti legjobb egyeteme között szerepelt a történelem, filozófia, politikatudomány, szociálpolitika és szociológia tantárgyakban, és a 200 legjobb között közgazdaságtan és jogtudomány terén. Mint ismeretes, a CEU-t Magyarországról tudatos kampánnyal űzte el az Orbán kormány. Levélben fordult Pap Dániel MTVA vezérhez Hadházi Ákos és Szél Bernadett. 11 kérdésükben a közmédia hírtorzító, manipuláló gyakorlatára próbálva felhívni a figyelmet. Személyeskedő, kioktató hangvételű választ kaptak a képviselők a hírhamisítótól. Kis megszakítás után folytatjuk a híreket.